Több mint 600 magyar nyelven írott mű és 12 millió eladott kötet Nemere István 40 éve ír, és nincs olyan év, hogy ne publikáljon valamit. Nemrégiben azt nyilatkozta, a nagy dobás még hátra van. Főleg sci-fi regényei és a paranormális jelenségekkel foglalkozó kötetei tették ismertté Nemere Istvánt, de egyéb műfajokban is publikál. Az angol, német, francia mellett írt perzsa és eszperantó nyelveken is. Bevallása szerint megrögzött munkamániás, optimista ember, aki tartózkodik a politikától. Nemere István Pécsett született, Veszprémben tanult, majd a 60-as években Lengyelországban élt, novelláit külföldről küldte Magyarországra. Az első megjelent műve, amit már itthon írt, a Rémület irányító száma volt 1974-ből. A fantasztikus nagynéniből film is készült a 80-as években, Rutkai Éva főszereplésével. A 70-es években riportokon, ismeretterjesztő anyagokon dolgozott, a 80-as években a sci-fi regényei később történelmi témájú könyvei jelentek meg. 1981 óta nincs olyan év, hogy Nemere Istvánnak ne jelenjen meg könyve, és azóta nem volt olyan év sem, hogy csak egy jelenjen meg. Több mint 40 álnéven, százával publikálta írásait az elmúlt években. Számos folytatást írt Mici Mackó, a Kis Herceg és Piszkos Fred történetei mellett, az ügyes fortély nyomán ismét életre tért Rómeó és Júlia kalandját is tovább gondolta már. Nemere István 2015-ben elvált, majd feleségül vette Szentgyörgyi Judit nyíregyházi írónőt, akihez a Szabolcsi megyeszékhelyre költözött. Jelenleg Nyíregyházán él, és itt is írja műveit. Ahogy pár évvel ezelőtt nyilatkozta, sok minden a fejében van, amit le akar még írni, mint mondta, a nagy dobás még hátra van. Köszöntöm a stúdióban Nemere Istvánt. Egészen elképesztő az, amit itt röpke pár percben végig soroltak, egy hihetetlen életmű. Hihetetlen életmű, amit eddig letett az asztalra, és még nincs vége. Igen. De hát most itt van Nyíregyházán. Mennyire játszottak szerepet az élete helyszínei, az élettere abban, hogy éppen miről és mennyit ír? Hát talán abban, hogy miről, az nem annyira, de az mindenképpen fontos volt nekem, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy mindig vidéki voltam, tehát ahogy itt elhangzott, és még nem is minden város hangzott el, tehát én gyakorlatilag bejártam az országot, belaktam az országot. Bocsánat, és nem csak városról beszélünk, hanem tanyavilágról is. Igen, mert hát most 15 évig egy alföldi tanyán éltem. De nem laktam Budapesten, sőt nem laktam még Pest megyében sem soha, de mindenféle más helyeken, 7 megyében éltem eddig, szoktam mondani, hogy még van 12. De a lényeg az, hogy most tényleg ide költöztem, és itt lakom már lassan 2 hónapja. Bár hivatalosan ugye valahogy úgy tűnt, mintha nem örültek volna annak, hogy én ide akarok jönni, de ez nem személyes volt, hanem egyszerűen. Úgy látszik, több mint egy hónapig, vagy majdnem egy hónapig nem kaptam lakcímkártyát, és aztán ebből kifolyólag szoktam mondogatni, hogy Nyíregyházára költözni, hát abban bele is lehet halni. Azért reméljük, hogy ez még odébb van. De maga a közeg, amibe került, és itt nem a hivatali közegről beszélek, hanem nyilván emberek lakják ezt a vidéket. Lát-e, érzékel-e különbséget, vagy van-e valami érzékelek, inspirál? Bár nyilván még kevés emberrel találkoztam, de azért másak. Mindenképpen másak, mint a budapestiek, akiket 40 éve minden héten legalább egy napot vagyok kénytelen elviselni, meg a várost is. De amúgy is, szóval úgy tűnik, hogy minél messze van az ember Budapesttől, nem csak annál nagyobbak a vendéglőkben az ételadagok, hanem az emberek, hogy mondjam, nyílt szívűbbek, tehát valahogy sokkal szívélyesebbek. Ez már régen megfigyeltem, de most itten különösen érzem. Mi az, amin most dolgozik? Ugye bizonyos korszakokat azért meg lehet figyelni az ön pályáján. Egy-egy érdeklődési kör, egy-egy téma köré fűződtek fel a művei. Most éppen mi az, ami foglalkoztatja? Hát azért most elég gyakran mindenféle más, tehát összekeverednek a dolgok, mert van a történelmi érdeklődés az megmaradt, és írtam egy trilógiát, az 1380-as, 90-es évek Zsigmond trilógia. Aztán furcsa módon folytatódik a trilógia egy másik trilógiával, aminek az első kötetét már itt fejeztem be, és írom majd aztán a másodikat, harmadikat, tehát a történelmi regény, és egyáltalán a történelmi témák azok megmaradtak, életrajzok főleg.
De ugyanúgy kérnek a kiadó krimiket, és ugyanúgy kérnek női álneves, szerelmes, romantikus regényeket is. Tehát ezek most már folyamatosan születnek itt, és én tudom, hogy mikortól születtek Nyíregyházán, ez majd később aztán nyilvánossá válik természetesen. Mit ír naponta, és egyáltalán mikor él? Tehát olyan hihetetlen mennyiségű. Nem lehet összekeverni a kettőt? Nem ér össze. Hát ez is egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán a valóságban mikor él, és mikor él a műveiben. De hát ez már régi dolog, ez már 40 éve így van, ahogy itt el is hangzott. Szóval 35-40 ezer karaktert írok egy nap, ami azt jelenti, hogy hát az elég sok, egy átlagos regény az 300 ezer karakter, és hát ebben mindenféle van, de hát ez egy olyan életmódus is kell, ami nálam az reggel 5-kor kezdődik, tehát gyakorlatilag még éjszaka van, mikor elkezdek írni, aztán délután megyek 5 kilométert sétálni, ez most is Nyíregyházán is érvényes, és aztán folytatódik a nap, még azért abban megint van munka. Tehát ezt az ember csinálja így, ilyen apróság így 40 évig, akkor megvan az eredménye, szoktam mondani. Persze ez sokaknak gyanús, tehát ha valaki könnyen ér és gyorsan és sokat, akkor az biztos nem lehet jó minőségű. Mondják ezt azok, akik általában nem szoktak olvasni, nem merít, tehát azért virálnak rettentve, mert nem olvastak. Nyilvánvalóan, amikor egy író egy művön dolgozik, akkor természetes módon bevonódik abba a történetbe, abba a karakterbe, vagy nem tudom, egyáltalán milyen mértékig azonosul egy-egy főszereplővel. Hát az ember igyekszik azért nem hagyni magát beszívni, de azért előfordul, azt tudom, hogy mióta több történelmi regényt írok, azóta a feleségem a megmondhatója, hogy néha úgy is beszélek. Tehát ilyen 14. századi vala és vagyon és mindenféle ilyen kifejezések jutnak eszembe, és mondom is ki őket. De azért azzal láthatom magam, hogy itt vagyok a valóságban, tehát azért itt is vagyok, és hát benne élek a városban, most már úgy tűnik, hogy teljesen itt mászkálok az utcákon, sokat gyalogolok, és emberekkel találkozom, ismerkedem. Még nem tudják, hogy én vagyok, de nem is biztos, hogy fogják tudni, de hát nem is kell okvetlenül. Nyilván nem számítanak arra, hogy önnel találkozzanak. Aki Nemere műveit olvassa, az mennyire ismeri meg Nemere Istvánt? Én azt mondanám, vagy azt mondtam volna egészen tavalyig, hogy talán jobb nekik is, ha nem ismerik meg, de aztán megírtam a Nemere István őrült regény című, azért mondom meg én a nevemet, mert ez összefügg a kettő, és az egy önéletrajzi elemekkel bőven megtüzdelt, de vannak benne kitalált részek is, és azt kellett tapasztalnom, hogy ami valós volt, azt mindenki kitaláltnak hiszi, és amit én találtam ki, az arra esküsznek, hogy az biztos megtörtént. És akkor így mulatgatok magamban, hogy hát ők így értelmezték. Én megtettem a magam részéről mindent, íme megírtam, nem hittétek el, hát Istenem, ez van. Rengeteg fantázia könyvet írt, tehát sci-fiket, az összeesküvés elméleteit. Tehát hogyan tud a reális talajon, a racionalitásban maradni, miközben elmélyülten, bevonódva foglalkozik nem valós dolgokkal? Igen, hát ez kívülről nézve furcsának tűnik, vagy ellentmondásosnak. Én belőle nézve nem látok benne semmi gondot. Az összeesküvés elméleteknek a 99%-ában nem hiszek, és ezt meg is szoktam mondani olyan társaságban, ahol ezért rendre meg is értődnek. Viszont a dolog másik része az, hogy például a titkok könyvei, amik most már minden évben megjelennek, ez itt a reklámhelye, hogy azokban fantasztikusnak tűnő dolgokat hozok elő, amik a mai világban történnek, és nem sokára történni fognak, de ezek az orvostudomány, a genetika, az orvos etika és humán etika kérdései legtöbbször, és valós problémák, és hogy visszarángassam az olvasókat a földre, adok egy irodalmi jegyzéket, tehát ott utána nézhetnek ők is, sőt még többet is megtudnak, mint amit én egy fejezetben ott besűrítettem egy-egy könyvben belül. Tehát azt mondom, hogy akármilyen fantasztikusnak tűnik, hidd el, mert én is innen vettem, és itt még többet is találsz. Lehet valamit tudni erről a bizonyos nagy dobásról?
Az még a jövő zenéje olyannyira, hogy még én sem tudom. Tudja. Nem, még nem tudom, én csak bízom abban, hogy egyszer csak jön majd még egy olyan ötlet, talán egy új műfaj felfedezése, gondolom néha nagyon merészen, vagy pedig egyáltalán valami olyasmi, ami még nem volt. De ez azt is jelenti, hogy nem elégedett még az eddigi tevékenységével? Uh-huh. Én mindig is mondtam, hogy aki elégedett, az meghalt, csak még nem vette észre. Nem lehetünk elégedettek sosem, mert mindig többre vagyunk képesek. Még akkor is, ha nem, de ebben hinni kell, és akkor jutunk valamire. Még Nyíregyházán is. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt ma este. Köszönöm én is.